Ha félsz hallal dolgozni, nézd meg ezt a recept videót, és többé nem fogsz félni. Témánk a panír, ez pedig a második lecke. Be is keverem gyorsan a halfasírtot, afrikai harcsa és lazac, fele-fele arányban, mind a kettő ledarálva. Aféle hamburgerszerűséget készítek belőle. Ha vicceskedő kedvemben lennék, azt mondanám, hogy a harcsa a darált marha, a lazac pedig a zsírszalonna. Az egyik egy feszesebb, húsosabb, a másik pedig egy puhább, zsírosabb halhús. A halhús nagyon-nagyon hideg, nem véletlenül volt jégágyon, azt szeretném, hogy összetapadjon, ehhez pedig célszerű a 0 fokhoz legközelebbi hőmérsékleten tartani, és így dolgozni vele. Jöhet hozzá a só, bors is, el is keverem gyorsan, a só hadd tapasszon, picit tartom a jégágyon, és adok hozzá ízlés szerint egy kis kaprot és petrezselymet is. Viszont a zöld fűszer nagyobbik részét kimentem későbbre. Most már érzem, hogy a só megtette a hatását, no meg a hideg, kezd szépen összeállni, összetapadni. Tetszőleges méretű halpogácsákat készítek, nyőhet kupacokban egy sütőpapírra. Tetszőleges méretű, tetszőleges magasságú halfasírt pogácsákat formázok belőle. Kb. Az a jó méret, ha akkora, mint a zsömle, legalábbis széltibe, magasságra pedig egy másfél únyi vastag. Mehet is a hűtőbe, a kötelező pihenőre. A maradt bárminemű szikkadtkenyerünk, zsömlénk vagy kiflicsücskünk, és a sütőben egy picit megszárítjuk, picit meg is pirítjuk, akkor lehet belőle készíteni egy jó kis házi zsömlemorzsát. Még háziasítom, egy kis sparheltost ízt fogok rárakni, mégpedig úgy, hogy nyílt láng fölött egy picit odakapatom. Lereszelem. Íme a dirit darabkás házi morzsa, kisebb-nagyobb darabokkal, isteni illattal, elkészült. Jöjjön egy jó kis kapros tejföl. Némi nemű krémsajttal lehet egy picit csalni, picit sűríti magát a krémünket, nem fog egy könnyen elfolyni. Jöhet bele egy kevés só és bors, kevés citromhéj és citromlé. Végül pedig a kimentett kapor és petrezselyem. El is készült a mártás a zsemlébe. Jöhet a halsütögetés. Jöhet a megpihent halhús, kellően összetapadt. Klasszikus módon panírozom, a nem klasszikus panírba. Így néz ki egy jó kis rusztikus fasírt, halból már mehet is a forró olajba. Mindkét oldalát szép aranybarnára fogom sütni. Elkészült a halfasírtom, el is kezdem készíteni a turbó császárzsömlémet, saláta, savanyú borka és a kapros tejföl. Véget is ért ez a Lidl online főzőiskola rész, remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel! Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is, válogass a képernyő lévő közül!